Vádemelést kért Nicolas Sarkozy volt francia elnök ellen a francia nemzeti pénzügyi ügyészség, amely szerint a líbiai rezsim törvénytelenül finanszírozta a volt elnök kampányát, amely 2007-ben hatalomra juttatta. A konzervatív politikust közpénz hűtlen kezelésével, passzív korrupcióval, választási kampány illegális finanszírozásával és bűnszövetkezetben való részvétellel vádolhatják meg, amely 10 évnél hosszabb szabadságvesztéssel is büntethető.